Köszöntöm nézőinket! A 15. birkafőző fesztiválhoz kapcsolódóan hamarosan kezdődik egy konferencia. Erről beszélgetünk dr. Célák László, a Karcagi Kutatóintézet igazgatójával. Nagyon szép a cím, hiszen a merino juhtenyésztés jelen a jövője. Ez a konferenciának a témája. Honnan jött az ötlet? Hát az ötlet az önkormányzat részéről jött, és mi ennek nagyon örülünk. El kell, hogy mondjam, hogy nekem első ízben van alkalmam mind a fesztiválon részt venni, és első ízbe kerül sorra a fesztivált megelőzően egy ilyen konferenciára. Ez igény mutatkozott a tenyészték részéről, mi erre partnerek voltunk, két kollégám fog itt részletesen erről a tenyésztésről, és amivel mi foglalkozunk, a magyar merino tenyésztésével ről egy előadást tartani, és ezt követően pedig meghívjuk a látogatókat, érdeklődőket kint a telepünkre, ahol meg is lehet ezt tekinteni, úgyhogy én bízom abban, hogy jó tapasztalatokkal fog távozni. Mit kell tudni az intézet állományáról, hiszen úgy emlékszem, hogy a 600 körüli állományról beszélünk. 500 a merino állományunk, és van most már 18 kosunk. Franciaországgal vagyunk most egy jó kapcsolat kialakításában, akiknek bárányokat állítunk elő. Ezt persze mi önállóan ezt a tételt nem tudjuk kielégíteni, ezért itt több tenyésztővel összefogva jött létre egy összefogás, ahol ezt a tételt egyelőre élő formába szállítottunk már ki Franciaországba, de szó van arról, hogy vágott formába is tudunk szállítani. Ezt én úgy látom, hogy ez egy hosszú távú jó üzlet, nem csak Franciaország felé, hanem Olaszország felé is a jövőben. És hogyan látja merinónak a helyzetét, hiszen most erről szól ez az egész konferencia, tehát helyén van a dolog, vagy azért még kellenének bármiféle támogatás, vagy igény, vagy már amit ön elmondott, ezek a külföldi kapcsolatok, ezek már azért biztosítják az intézetnek a jövőjét? Biztosítják az intézet jövőjét, nekünk ez egy jó piac, ez egy nagy lehetőség, mi az állomány tekintetében úgy mondom, hogy így összefogott a régióban ez az egész tenyésztési csoport, ki tudjuk ezt az igényt elégíteni. Én bízom benne, hogy ez nem egy vagy két éves program lesz, hanem ez egy hosszú távú, ami mindenkinek, mind a tenyésztőknek, mind az intézménynek hasznára válik és eredményet hoz. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi a sajátosság ennek a merinójuknak, tehát mennyivel másabb esetleg, mint a racka, vagy mennyiben alkalmazkodik a tájhoz. Tehát gondolom a mai konferencián ezért az ön kollégái erről fognak egy bővebb előadást tartani. Igen, erről fognak előadást tartani, nem akarok belemenni a részletekbe. Ez egy speciális magyar fajta, ami ebben a tájkörzetben hagyományos fajta. A racka az egy más kérdés, azt is szívesen látnánk, mert van egy olyan telepeink, ahol Eli is tudnánk azt a tenyészetet is tartani. Szó volt erről állami szinten is, de egyelőre még nem került hozzánk ez a tenyészet. Hát akkor reméljük, hogy majd erről is fogunk beszélni. Minden esetre most azt kívánom, hogy ez a tanácskozás legyen hasznos, és akkor jöjjenek össze azok az üzletek, amelyekkel tudják biztosítani a állománynak a folyamatos megújulását, és ellátni a külföldi partnereket is ezzel a jó adottságokkal rendelkező merinójukkal. Mi is ebbe bízunk, és köszönöm szépen. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt igazgató úr, tisztelt jelenlévők, alpolgármester asszony, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai tudományos konferencia alkalmával. Gyakorlatilag ez a konferencia a 15. Karcagi Birkafőző Fesztivál nyitó rendezvénye. Tehát a jelen pillanatban ezzel meg is nyitom a 15. Karcagi Birkafőző Fesztivált. Tisztelt jelenlévők, az utóbbi időben nagyon-nagyon sok interjút adtam különböző médiáknak a karcagi birkapörkökről, miután óriási az érdeklődés, hiszen egy kiváló ételről, gasztronómiai különlegességről van szó, ráadásul alig egy hónapja nyerte el a karcagi birkapörkölt a Hungarikum címet. Meg kell állapítanom, hogy a riporterek egyre ügyesebben kérdeznek, hiszen eleinte mindig azt kérdezték, hogy hát hogy is néz ki a karcagi birkapörkölt, mi a titka, hogy kell főzni, és a többi, és a többi.
Tehát én mindig szépen elmondogattam, aztán egyre képzettebbek lettek a kérdezők, a riporterek, hiszen rájöttek, hogy nagyon-nagyon fontos maga a birkapörkölt is természetesen, de hát valamiből azt a birkapörköltet meg is kell főzni. És akkor már kérdezgettek a különböző birkafajtákról, kérdezgették, hogy milyen a társadalmi és gazdasági haszna, eredménye van egyáltalán a juhtenyésztésnek. És úgy gondolom, hogy ezek a dolgok is teljesen hozzátartoznak a birkapörkölthöz, tehát ahhoz, hogy följön valami, ahhoz azt először elő kell teremteni, tenyészteni kell, ki kell választani, és nyilvánvalóan, hogyha valakik ezzel foglalkoznak, úgy szeretnék ezt tenni, hogy gazdaságos és hasznos legyen, tehát mindenképpen van egy gazdasági és társadalmi hatása is. Hogy még nagyobb képet kapjunk, és még bővebb képet kapjunk erről, azért gondoltunk arra, hogy a igazi főzőverseny megelőzően a délután folyamán kellene egy tanácskozást szervezni ebben az ügyben, hiszen illik erről is tudni, már csak azért is, mert azért Karcag és környéke az egyik legnagyobb birka tenyésztő terület, legalábbis remélem, és ha nem így van, akkor azzá kell tenni, hogy ne csak magáról birkapörköltről, hanem az itt tenyésztett birkákról is híresek legyünk. A mai tanácskozás ebben segít eligazodni bennünket. Én magam is kíváncsian várom az előadásokat, nyilván mindannyian okolni fogunk ezekből. Megnyitom a tanácskozást, eredményes beszélgetést kívánok mindenki okulására. Köszönöm a figyelmüket! Dr. Csizi István az egyik előadója ennek a mai konferenciának, ön a Kutatóintézet tudományos munkatársa, és a magyar merino tenyésztésének történeti áttekintéséről fog beszélni dr. Monori Istvánnal. Mondjuk el nézőinknek, hogy mit is kell tudni erről a merinójukról. A merinójukról azt kell tudni, hogy az ország jóállományának kb. 80%-a merino alapú, merino jellegű. A tisztavérű merinóból viszont viszonylag elég kevés van, nagyon lecsökkent a létszáma, védett fajtává lett benyújtva már a minisztériumban, mert 5000 anya alá csökkent a fajtatiszta csörkönzett anyák száma. Az egész aktualitását ennek az egész tanácskozásnak az a birkafőző adta, mivel ez a birkafőző annak idején merino birkákra alapozódott elsősorban, és hál' Istennek most is már több mint 200 darabot fognak főzni, és túlnyomó része, 90%-a felmérés ugye nem készül, de valószínűleg merino jellegű, viszont a beszerzés az egyre több gondot okoz ennek a fajtának, minden juhfajtának, ilyen mustaranyának, vagy kosnak, amiből birkapörköltöt főznek, úgy fajtánként más az íze. A magyar ember megszokta ez a karcagi, kunsági ember, a szíki mezőn nevelt magyar merino húsát, utolsó idejében ugye, amit szárazon tartottak, 6-8 éves korok között levágtak, ez az optimális, és végül is ez adta, hogy ez a magyar merino, amire alapozódott az egész, mint húsára a birkafőző verseny, honnan jött, hol tart most, hová tart, és ezzel kapcsolatban szeretnék majd néhány gondolatot felvillantani. Maga a Kutatóintézet is rendelkezik magyar merino törzstenyészettel, illetve egyéb még francia fajtákat lehet a telepen megtekinteni, aki megtisztel bennünket és kijön utána üzemlátogatásra, ahol a magyar merinónak különböző F1 és R1-es típusait láthatjuk, hogy mire képes a heterózis hatással, azáltal, hogy megőrzi azokat a nagyszerű tulajdonságait, ami miatt mi is kedveljük ezen a vidéken, és hogy tud még jobb áru termelő bárányt, gyapjút előállítani. És akkor mit kell tudni a telepről? Tehát ott van a 4-es mellett, ennyit tudunk. Hány anyaállat van esetleg, és mit tudunk még? A kosfogatot is lehet esetleg látni? Természetesen a kosfogat is, mint egy ilyen mozgó, élő menedzsmentjében lesz fogva a kosfogat az intézetnek. Maga a telepről annyit lehet mondani, hogy egy tipikus feltétlen juhlegelő, tehát azért nevezzük annak, mert másra igazán nem hasznosítható, az a három aranykoronás föld, csúnya föld, ahogy a régi karcagi ember mondta, de birkával ez a selyen fűves rész, ez az apró csenkeszes rész maximálisan és legoptimálisabban hasznosítható, másra nem is lehet, viszont bőrbe lehet bújtatni, ezért tartunk miatt juhot, végzünk kísérleteket, állítunk elő tenyészállatot. Ezen túl, még ezen a telepen, aki kijön, valahol egy rehabilitációja az egykori ősi nagymunsági tájképnek, az úgynevezett ligetes pusztáknak, ugyanis több szíken perspektivikus fafaj telepítettünk, és ezek szakaszolják a legelő szakaszainkat, védik szél
déltől a nyájainkat, és ott természetesen emellett még a legmodernebb francia és új-zélandi tartástechnológiai berendezéseket is láthatjuk, és láthatunk a Merinon kívül cigájától, banasmasszív centrától, berisandusertől kezdődően több juhfajtát is. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres ez a mai szakmai nap, és itt az érdeklődőknek minél több hasznos információt tudjanak átadni. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük!